Görög tragikomédia, brüsszeli szamarakkal. Látjuk, hogyan tüntetnek New York és London pénzközpontjaiban az emberek. Bár én nem vagyok biztos, hogy a pénzügyi háttérhatalom nem használja ki őket. Ugye ha nem tudod megelőzni, állj az élőkre. És sok kis robbanással akadályoz meg a nagy, a valódi robbanást, levezetendő a feszültséget, mint az arab tavaszon. És ott is mi lett a vége? Most már Mubarak diktátor helyett a szabad, liberális, demokratikus, forradalmi Egyiptom látja el földgázzal az ős ellenségét, Izraelt, amely nem csak a palesztinokat bántja, de az egyiptomiak közé is durant olykor. Hát ezért kár volt leváltani Mubarakot, hogy Egyiptom legyen a legvidámabb műbarak. Líbia forradalmának álcázott, jól fizetett külföldi zsoldosok és titkos ügynökök által végrehajtott gengszterváltás. Nemrég Izraelből jött a hír. Az amerikai és brit ügynökök már két héttel Kadhafi megölése előtt körbevették a volt diktátor rejtek helyét. Kadhafit gyorsan megölték, így már nem balhatott bíróság előtt nyugati kapcsolatairól. Amint hogy sietve megölték, ha igaz, oszamát is nehogy valhasson szeptember 11-éről, és a Bin Laden szaudarábiai mágnás család szívélyes amerikai üzleti kapcsolatairól, például Bush volt elnökkel. Mert milyen különös, hogy miközben Oszamát terrorizmus miatt körözik Amerikában, a családjával kitűnő az amerikai elnök viszonya olyannyira, hogy a szeptember 11-i merénylet napján csak egyetlen gép szállhat föl az amúgy lezárt amerikai légtérben, és hagyhatja el az usa a Bin Laden családé. Mű forradalom, mű ezzin, mű barak. Szabadság, ftk Liberti libériás lakály nemzeteknek. Hogyan válhat világháborúvá az USA, Izrael és Szaudarábia és csatlósaik iráni helyi háborúja? Hát úgy például, hogy ha beleragad a szövetséges ármádia, mások is igyekeznek majd elterelni a figyelmet saját hazai gondjaikról. Szabadulni a mostani gyöngülő pénzügyi háttéruralomtól, a hadipari megrendelésekkel pedig föllendíteni gazdaságukat. Egy nagy háború mindig kiváló alkalom arra, hogy megszabaduljanak a munkanélküliektől, a kellemetlenkedő hazai kisebbségektől, elviselhetetlen szomszédoktól. És a nemzeti érzések fölizzításával a polgár elfelejti majd gondjait. Még többet elvisel, az elviselhetetlennek tűnőt is. És örömmel, hazafias érzésekkel megy neki régi, vélt és valós ellenségeinek rendezve számlákat, területi viszályokat, hovatartozási nézeteltéréseket. Kína visszaveszi Tajvant. Újabb olajmezőket szerez, mert behozatalra szorul, és Irán elvesztése bajba sodorja. Oroszország leszámol Grúziával, hogy a Kaukázusban utat nyisson örményországi támaszpontjaihoz, és ellenőrizhesse a kaszpi gázvezetékeket. Aztán, ha durvul, terjed a háborús láncreakció, Oroszország visszaveszi kelet-ukrajnát és a Krím félszigetet, amelyeket az ukrán Hruscsov adott az ukránoknak. A Krím az orosz hadiflottának is fontos, hiszen ha Ukrajna NATO tagállam lesz, az a képtelen helyzet áll majd elő, hogy az orosz flotta elvben ellenséges kikötőben rostokol. India kasmért szerzi meg Pakisztánt kiűzve Pakisztán már háborúba keveredett az amerikai robotgépekkel. Ez a háború egyre nagyobb méretű. Indiának és Pakisztánnak atomfegyvere is van, ahogyan Izraelnek is. És Csehovtól tudjuk, ha a színpad diszletén lóg egy pisztoly, akkor az a darabban előbb vagy utóbb meg is szólal. Aztán ott van mondjuk Palesztina és Izrael, Szíria és Izrael, Kuba és az USA. Fehér Oroszország és Lengyelország, Venezuela és az USA. Csupa, ketyegő pokolgép. Vagy a Balkán, Szerbia és Koszovó, Bosnia, szerbek és bosnyákok és horvátok, Macedónia, Macedónok és albánok, a két Korea, Japán és Oroszország, a kuril okán. Jegelt háborúk. Attól, hogy a rab nemzetek vezetői nem merik kimondani, amit tudnak, mert Kennedy vagy Haider sorsára jutnak, Szóval attól még mindenki a saját érdekeit követi majd a háborús zűrzavarban. Ha fölbomlott a Szovjetunió, sőt a Római Birodalom, miért ne hullhatna szét az USA? Egyszer már megtette. Ha fölbomlott Jugoszlávia, miért maradna egyben Nagy-Britannia, ahol a skótok már elszakadni készülnek? Akkor pedig kiállíthatja meg az íreket, a velszieket. Vagy a katalánokat, a baszkokat Spanyolországban. A flamandokat és a vallonokat Belgiumban. Ez a mostani világ valójában Iránban keletkezett. A nyugati népek jelentős része a mai Irán ősi vidékéről származik, az európai népek bölcsőjéből. És meg lehet, itt lesz a temetőjük is. 1941-ben a pénzügyi háttérhatalom úgy döntött: az USA, a Szovjetunió és Nagy-Britannia osszák fel a világot, és benne Európát. Kapitalizmus és szocializmus, liberális demokrácia és bolsevik kommunizmus, amerikai elnök és szovjet tömeggyilkos diktátor és brit miniszterelnök szövetkezése volt ez. Nem számít, a fő az üzlet, a pénzügyi uralom. 1943-ban Teheránban, Irán fővárosában ült össze először a három nagy. Legalábbis a pénzügyi háttérhatalom számára három legnagyobb törpe. Roosevelt, Stalin és Churchill. Fölosztották egymás között a világot és Európát. Pontosabban megerősítették a pénzügyi háttérhatalom világuralmát. Mit számított Katyn? Mit számított a szovjet rezsim által kivégzett, legyilkolt, bebörtönzött, lágerbe urcolt, száműzött sok tízmillió áldozat? Mit számított, hogy Stalinhoz képest Hitler nebuló volt csupán a népírtások iskolájában? A lényeg, hogy Hitlerrel ellentétben Stalin megtört, beállt a sorba, és a látszat ellentétek ellenére szolgálta a pénzügyi világhatalmat. Ezért szabad kezet is kapott attól kelet- és közép-európában. És persze amerikai és brit fegyvereket is kapott, élelmet is, gépeket is. Kedves nézőim, minden Teheránban kezdődött, és meg lehet ott is ér véget ezt a pénzügyi háttérrendet mágikus erővel vonza Teherán, Irán. Képtelen ellenállni neki. Pedig Iránban egyszer már elvérzett Amerika, és Teherán miatt megbukott egy amerikai elnök Carter, demokrata, mint Obama. Talán ezért nem erőlteti a háborút Obama. Bár úgysem ő dönt, hanem akik elnökét tették. Igaz, ha most nem támadnak, jövőre az elnökválasztási kampány miatt már kockázatos lesz. Akkor marad 2013. Végzetes szám. De a pénzügyi háttérhatalom számára csak egy szám a sok közül. 1914, 1939, 1941, 56, 90, 2001, 2003, 2011, 2013 növekvő sorrendben. 1943. december 3-án Franklin Roosevelt amerikai elnök kódolt levelet intézett Josip Stalin marsalhoz, a Szovjetunió miniszterelnökéhez. Tisztelt Stalin marsal! Teheránból való elutazásunk napján az időjárás a hegyek átrepülésére eszményi volt, és így könnyen és kényelmesen jutottunk el Kairóba. Sietek köszönetet mondani önnek figyelmességéért és vendégszeretetéért, amely abban jutott kifejezésre, hogy lakóhelyiségeket bocsátott rendelkezésemre teheráni nagykövetségükön. Ott a legnagyobb kényelemben voltam, és emellett jól tudom, mennyivel többet voltunk képesek rövid idő alatt elvégezni, annak eredményeként, hogy a találkozás idején oly közeli szomszédok voltunk. Találkozásunknak e nevezetes napjaira a legnagyobb megelégedéssel tekintek vissza, és az emberiség előrehaladásának fontos mérföldkövét látom bennük, stb. stb. Szívélyes üdvözlettel az ön Franklin Delano Rooseveltje. Az emberiség előrehaladásának fontos mérföldköve a világtörténelem legnagyobb hóhérával, a kommunista tömeggyilkossal, aki Hitlerrel együtt támadta meg Lengyelországot. Ilyen rendet alkottak meg ők hárman Teheránban, és ennek kell véget érnie hamarosan Teheránban. Megjegyzem, Roosevelt nem Churchillnél lakott, hanem Stalinnál. Már tudta, kivel kell osztoznia Amerikának, hogy a pénzügyi világhatalom elégedett legyen. Ennyi erővel Hitlerrel is szövetséget köthettek volna. Igaz, akkor nem lesz világháború, az pedig nem üzlet. S még annyit a történethez. 1943-ban a britek és a szovjetek tartották megszállva Iránt és olajmezőit. Később az amerikaiak kapták meg Iránt, amíg az iráni forradalmárok el nem űzték az USA barát Sahot. Akit pedig nem sokkal bukása előtt avattak díszdoktorra itt Budapesten, Kádár Schwarz szocializmusa idején a Marx Károly Közgazdasági Egyetemen. Jelezve, nincs ideológiai lehetetlen. Csak egységes pénzügyi háttéruralom, hitelpórázzal, uzsora szájkosárral. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Egerbostól Monreálig, Ontárió államtól Ausztráliáig. Hétfőn este fél tízkor folytatjuk utazásunkat Székelyországból a Duna-deltába. A magyar és az orosz honfoglalás ingoványos lápvidékére. Várom Önöket! meglátják, ha megnézik Európának ezt a kevésbé ismert vidékét, ahová tőlünk is áramlik a Duna. Viszontlátásra! A világ támogatja az energiaspirál forgalmazója, a MultiWebShop.